Hát sziasztok! 1000 éve, ugye? De megfogadtam magamnak, hogy nem fogok szabadkozni, mert majd a következő videóban el fogom mesélni, hogy mi minden történt és történik, és hogy mi az, ami miatt egy csomó változás van az ember életében. De. Ami úgy néz ki, hogy állandósul, és ugye volt már róla videó, és nagyon szerettétek. Bocsánat, egy kicsit állítok nem csak itt a falban mögöttem, kicsit megtöröm itt nektek ezt a hátteret. Szóval. Hát nagyon erősen süt a nap, és már a redőnyt is leengedtem, úgyhogy hát ez van most. Szóval a következő videóban láthatjátok majd, hogy mi történt velünk, és hogy mik azok a változások, amik előtt állunk. De ez a videó, ez most másról szól. Ehhez a videóhoz szükségem van erre a három tömbre, de azért ezeknek van súlya is ám, szóval most már így szépen gyűlik bennük a cucc, és most már van súlya, de nem adnám őket semmiért. Mert hogy ebben a videóban arról szeretnék nektek mesélni, hogy fél év után hogy is vagyunk ezzel a heti 100 eurós borítékokkal. Na, hát jelentem minden rendben. Nagyon aranyosak vagytok, hogy voltak, akik rákérdeztek erre, hogy így hosszabb távon, hogy látom, hogy tartható ez, és még két nagyon pozitív élményem is van. Az egyik az, hogy elindult egy magyar csatorna ebben a témában. Ez érdekessége, hogy a hölgy, aki ezeket a videókat készíti, Németországban él. Ha jól emlékszem, akkor ő egyedül él, tehát egy személyre készíti el ezeket a költségvetéseket, vagy ezt a költségvetést, ugye, és úgy használja. Amiben nekem nagyon tetszik, hogy én hát szinte szóról-szóra ugyanúgy csinálom, nyilván más jellegű kiadásaink vannak, tehát azokat fel kell, hogy vezessem, de hogy egyébként teljesen ugyanaz a metódus, és mivel ugye én nem szeretném azt a metódust bemutatni, mert hogy én azt nem szeretném, és nem szeretném országvilágnak ugye megmutatni, hogy tulajdonképpen melyik borítékban mennyi pénz lapul és úgy összességében, hogy alakulnak a dolgok, viszont ő pedig az arcát nem mutatja hozzá, és csak úgy kezdi el a videót, ahogy azt külföldi, illetve hát itt németországi vlogokban is látni, és ennek megfelelően csak a lényegre koncentrál. Úgyhogy be fogom linkelni ide alulra ezt a csatornát, nézzétek meg, mert tök jó kivesézi azt, amit én ebbe a két videóba próbálok nektek így átadni. Na hát a tapasztalat. A tapasztalat az, hogy nagyon-nagyon jól működik az, hogy én ezt az egészet vezetem egyáltalán. Nem voltam benne biztos, hogy ez nekem menni fog, mert én azért idővel, bár nagyon tervező típus vagyok, de hogy azért úgy én azért úgy szeretem nagyolni a dolgokat, és nem gondoltam, hogy azért ez nekem annyira menni fog hosszú távon, de tök jól vezetem, nagyon jól látszódnak a minden jellegű kiadás, azokat a kiadásokat a fél év alatt, amiket hát ez teljesen fölöslegesnek ítélek meg, nem csak a mi családunknál, hanem egy tök más embernél is, azokat a kiadásokat, tehát ezt most úgy értettem, hogy egy ilyen relatív szűrőn keresztül nézve teljesen le tudtuk redukálni, és szerintem ez tök jó. Mindemellett ugye nagyon szépen látszódnak az eredmények. És akkor mik ezek az eredmények? Hát ezek nem mások, mint hogy a 100 eurós heti bevásárlós keretet a rendkívüli mértékű áremelkedések dacára is tudom tartani, sőt, nem hogy tudom tartani, gyakorlatilag azt tudom most mondani, hogy a négy, mondjuk ha egy hónapot veszünk, 4 hétből 3 hét, az gyakorlatilag ilyen 60-70 euró között körül megáll, és van olyan, hogy teljesen kimaxolom ezt a keretet, viszont
Viszont olyankor feltöltöm a készleteket. Úgyhogy szár, mint száraz áruba nincs raktáram, de vannak különböző szekrényeim erre a célra. Tehát mind a száraz áru, mind a mélyhűtős termékek, azt hiszem, hogy maximálisan jók vagyunk, hiszen van egy 6 ládás fagyasztószekrényem, plusz egy 3, ami a hűtőhöz jár, maxon vannak, tényleg, tehát most gyakorlatilag már be se tudnék pakolni szerintem oda semmit, és ezen kívül tényleg a száraz áruval is teljesen jól el vagyunk látva, úgyhogy tudom pörgetni ezt a heti 100 eurós dolgot, és teljesen meglepő volt számomra is, és nagyon féltem tőle, de hát most már így kirázom a kisujjamból, mert tudom, hogy ezt meg lehet tartani, és lehet csinálni, viszont tényleg nagyon sokat számít hozzá, hogy tervezni kell. Szóval én abból indulok ki, és ezt ilyen kommentválaszolásra is szánom, hogy egy... Lehet, hogy ez egyedülállóak, nem. De mondjuk, ahol család van, gyerekek vannak, ott szerintem azért van valami alapkészlet felraktározva az idők folyamán, hát ha csak nem valaki most kezdi az életét, de hát akkor ő meg egyszer föltankol, és akkor utána mindig könnyebb lesz ezt feltölteni. És tehát ez a kiinduló alap, és akkor emellé jön az, hogy igen, ezt valószínű, hogy könnyebb már így kezelni ezeket a kisebb tételeket is. Tehát ezt a kisebb tételű bevásárlást. A második dolog, amit észrevettünk, hogy illetve hát ez már akkor a harmadik, hogy egyrészt tök jól tudom vezetni, és nagyon-nagyon sok hasznos infót látunk a dolgokból. Második volt az, hogy kijövünk a továbbra is a 100 eurós keretből, hát mondom, hogy van, hogy tudom is görgetni, mert egyszerűen nem is költjük el. Illetve a harmadik, hogy és pont az elsőnek talán leginkább köszönhetően, hogy az elmúlt fél év során, hogy mondjam ezt, hogy nem szeretném úgy mondani, hogy jelentősen gyarapodott, de hogy a tervezetlenséghez mérten sokkal több pénzt tudtunk megtakarítani. És nem akarom azt mondani, hogy ez most mekkora jelentős összegé állt itt össze a fél év alatt, de igenis, erről is kell beszélni, hogy az odafigyelése pénzt tudsz megtakarítani. Ennyi. Teljesen mindegy, hogy most ezt mire fogod majd elkölteni a végén, de pénzt tudsz megtakarítani. És az már onnantól fogva szerintem mindenkinek a saját szintjéhez mérten teljesen mindegy, hogy az most a fél év alatt, nem tudom, mondok valamit, 100.000 forint, vagy a fél év alatt 3 millió forint, mindenkinek ugye a saját szintjéhez mérten egy megtakarítása képződik is, nagyon fontos. Teljesen mindegy, hogy így a mai nehezített világról beszélünk, vagy úgy egyáltalán, tök jó, hogy ez is mérhető és számon tartható, úgyhogy emiatt is nagyon örülök neki, hogy ebbe annak idején belekezdtünk, és tényleg látványosan több az, amit ilyen formán meg tudunk takarítani, ahhoz képest még mielőtt nem használtuk ezt a borítékos módszert. És akkor a negyedik és egyben utolsó pont, amit én így összeírtam ezzel kapcsolatban, hogy nagyon fontosnak tartom, hogy a hangán látszódnak azok a jelek, amik arra utalnak, vagy arra engednek engem következtetni, hogy jól tesszük azt, hogy bevonjuk őt is ebbe a folyamatba, hiszen a pénz értékének időben történő megtanulása szerintem nem lehet elég korán kezdeni. Szerintem mi még nem csúsztunk ki belőle, hiszen most már biztonsággal kezeli a számokat, és érti is a pénznek a lényegét, de azzal, és azáltal, hogy őt is bevonjuk, azáltal még több
még több és még látványosabb az, hogy ő hogy áll hozzá a pénzhez. Na most ezzel kapcsolatban szeretnék is nektek mutatni valamit, mindjárt ki is veszem innen. Ez már egy második, vagy harmadik ilyen kis pénzgyűjtő, és ezt most már ő csinálta magának. Megmutatom nektek ezt a papírt, szerintem ez most így egész jól látszódik. És itt láthattok ilyen kis rubrikákat, és ott alul láthatjátok, hogy 50 cent, illetve 1 és 2 eurós összegek vannak. Mindig, hogyha ő kap egy 2 eurost, egy 1 eurost, vagy egy 50 centest, akkor ő ezeket mindig bepakolja ide a kis gyűjtőjébe, vagy hát most jelen esetben itt van a másikba, és beixeli a rubrikákat, amiket ő rajzolt most már. Van egyébként erre millió egy sablon fönt az interneten, nagyon jókat lehet találni, nekünk is először tök jó kis virágmintás, nagyon, nagyon jó pofákat lehet találni, de tényleg ezt azért mutatom meg, mert így is lehet rajzolni egyet, és mindig, ha úgy van, akkor kiürítjük mi is az aprónkat, és akkor ő ezt megkapja, bepakolja, kixeli, hogy miből mennyi van, és pontosan tudja, hogyha itt a vége, tehát hogyha mindegyik ki van xelve, és mindegyiket megkapta, akkor jelen esetben 28,5 euró lesz majd az az összeg, amivel ő ebből tud majd rendelkezni. És igen, tehát nálunk ez a módszer megy, nincs zseppénzezés, mert hogy gyakorlatilag nincsen rá szüksége. Tehát, hogy most még nagyon ritkán elmegy büfébe a kis barátaival, és alig-alig költ, mert hogy mindig úgy van vele, hogy azért, tehát hogy átgondolja, hogy mi az, amit tulajdonképpen ő szeretne is megvásárolni, és amire szüksége is van. Úgyhogy tök jó, tökre örülök neki, hogy ez nála egy ilyen alapvetés lesz gyakorlatilag gyerekkora óta, mert szerintem erről nem tanulunk eleget. Erről nem valószínű, hogy a szüleinktől is nagyon sokat tanulnánk, nyilván mindig vannak kivételek, és most nem erről szeretném, tehát nem is ezt szeretném kiélezni, csak tudom azt én is, hogy én is láttam annak idején, amikor anya leült és csinálta, és ezért, amivel nem voltam úgy belevonva, ezért ezt én nekem ez úgy kívül maradt, úgyhogy ezzel úgy nem is foglalkoztam, de nagyon is fontosnak tartom, hogy a gyerekeknek az időben és észszerű költekezési nem tudom morált kialakítsuk, mert nem mindegy, hogy mit lát tőlünk a gyerek, és azt viszi tovább. Nekünk ez fontos, most már egyre inkább fontossá válik, hiszen, ahogy mondtam nektek az előzőekben is, hogy látványos a hogy most már van tapasztalatunk, és látványos dolgok is vannak, úgyhogy igenis fontosnak tartjuk. Nyilván egyébként szerintem eddig se lehetett ránk azt mondani, illetve ezt a politikus módszert megelőzően se lehetett ránk azt mondani, hogy nem lettünk volna tudatosak, mert hogy én azt gondolom, hogy mindig is próbáltunk lehetőségeinkhez mérten odafigyelni, de hogyha még jobban lehet ezt csinálni, hát akkor miért ne csinálnánk jobban, nem? Tehát, hogy minimális befektetéssel, én egyébként nagyon élvezem ezt a adminisztrációt, ezzel járó adminisztrációt továbbra is, de tényleg Balázs is tök szívesen ideül egy hónapba egyszer is gyorsan átpörgetjük a számláinkat is átnézzük, hogy mi újság van, és mik a tervek, és a tervekhez képest hogy állunk, úgyhogy tényleg nagyon örülök neki, és mindenkinek csak javasolni tudom, hogy ezt próbálja ki. És akkor a másik pozitívum, amit az elején mondtam, és visszatérnék rá, a csatorna
megalakulása mellett, hogy egyik kedves YouTube-os ismerős is jelezte, hogy ők is szeretnék ezt a módszert kipróbálni, és hát ettől nagyobb boldogság, úgymond nem sok van, amikor az ember tényleg úgy érzi, hogy hatással is valami tényleg jó és hasznos dolgot tud átadni más számára is, illetve hát azt látni, hogy erre van fogékonyság, úgyhogy szerintem ez tök jó. Nagyjából ennyit szerettem volna, tényleg röviden, megpróbálom röviden mondani, és képzeljétek el, hogy én szeptemberben felvettem nektek, hát 3 heti bevásárlásunkat tudtam felvenni, mert szeptember elején mi otthon voltunk a Hanival 1 hetet, és ugye úgy érkeztünk vissza. Na és akkor arra gondoltam, hogy akkor egyet azért bevágnék belőle, hogy ott mégis jobban meg tudom mutatni még egyszer ennek a módszernek az alapjait, jó? Tehát mindenkinek sajátja, magáira kell kidolgozni, de tényleg tök szívesen segítek ebben. És akkor egy utolsó dolog, hogy az előző videónál nagyon sok kommentet kaptam ebben a témában, és tudom, és tényleg tök jó volt látni, hogy szeretitek ezt a videót, és érdekel a téma benneteket, úgyhogy tényleg sajnálom, hogy a kommenteket nem tudtam megválaszolni. Erre a következő időszakra kidolgoztam valamit, mert na, ezt majd elmondom a következő videóban, nézzétek meg azt is, jó? Szóval köszönöm szépen, hogy végignézted a videót, hogyha van kedved, akkor tartson rám a szeptemberi bevásárlós videóval, és terveim szerint nagyon hamarosan fogunk találkozni, úgyhogy újdonságokkal is készülök nektek, úgyhogy tisztára izgatott vagyok, és hát várlak legközelebb. Köszönöm, hogy itt voltatok. Sziasztok! Hát sziasztok! Szeptember második hetében, vagy második hétvégén vagyunk, szeptember 10-e van, és hát induljon a 100 eurós kihívás. Nem hívom, most már én nem nevezem kihívásnak, ugye nálunk ez most már, ahogy láthattátok is régebben, ez egy most már bevált, vagy beállt rendszer, és ami még szükséges ezen kívül, az egy előre elkészített menüterv alapján bevásárló lista, és még pár szatyrot kell hozzak. Jó, na, vicceltem. Szóval ebben a videóban szeretném nektek összeszedni a szeptember 3 hetére vonatkozó heti bevásárlásokat, hogy akkor lássátok, hogy működik ez a gyakorlatban. Úgyhogy nézzük, mert most is vannak olyanok, amiket úgymond pluszba írtam föl. Na, kíváncsi leszek, mert azért is nem szeptember 1-én kezdem ezt a videót, mert mi azon a héten, hétvégén, és beleesett a bevásárlás, és mi akkor a hangával otthon voltunk Magyarországon, és emiatt én azt a hetet már úgy kihagytam. Egyébként a hétfő este jöttünk haza, kedden ugrottam el a boltba, és 40 eurót költöttem. Már arra hétre egy pár dolgot kellett tulajdonképpen csak megvásárolni, vagy hát a menütervhez ezeket szedtem össze, úgyhogy én azt az hetet úgymond nem számolom, mert nincs meg se a blokkom, se menüterv nagyon, amikor azt még megtalálnám, mert a füzetemben benne van, de úgy gondoltam, hogy kezdjük akkor szeptember 10-ével, tulajdonképpen teljesen mindegy, hogy azt gondolom teljesen mindegy, hogy 3 hetet vagy 4 hetet tudok majd megmutatni nektek, tehát szeretném megmutatni akkor az induló tőkét, a bevásárló listát, és akkor, hogyha hazajöttünk, akkor megmutatom nektek azt is, hogy miket vásároltunk, mi az, ami ezen a héten el fog fogyni, mi az, amit a mélyhűtőbe például előre vásároltam, úgyhogy majd, ha már itt lesznek a termékek, akkor mutatom nektek, hogy mit mire szántam, jó? Gyertek velem! Na, végeztünk a Nettóba, de előtte voltunk már Zobiba, Haninak a kosara, vagy a bicikliére, ilyen tök jó kis kosarat vettünk.
meg kellékeket, azt majd úgyis máskor. Na, Balázs már pakolja, ott van a ótli. Nem olyan sok minden, de végül is minden van, meg jó húsikat vettünk, nagy darabokat, majd meglátjátok otthon. Kész vagyunk a vásárlás egyik felével, de még megyünk az Aldiba, úgyhogy majd még ott is lesz egy-két dolog, amit veszünk. Na hát hazaértünk, és végül az Aldin kívül be kellett ugranunk, még az EDEKA-ba is egyetlen egy dolgot vettünk, mindjárt megmutatom nektek. Előtte azonban jön a heti menüterv, mert ugye ez egy fontos része ennek a bevásárlási folyamatnak. Nálunk mindig, ugye, ahogy mondtam nektek, szombat-vasárnap kezdődik a hét, és hétfőn általában maradék napon, tehát ez nálunk mindig így szokott kinézni. Nagyon ritkán térek el ezelől. Például ma lesz egy kaprós, zöldséges, húsgombócos leves, egy nagyon-nagyon jó receptet láttam, vagy hát úgy nagyon megindította a fantáziámat, úgyhogy ehhez valókat, kivétel a darált hús, mert hogy az volt itthon és ki is vettem, fogom elkészíteni. Ez két napra lesz nekünk leves, hiszen vasárnap is ugyanazt fogjuk enni, és mi általában ennyi levest teszünk a héten, tehát mi csak hétvégén szoktunk levest tenni, de ez még hozzátartozik a mi szokásainkhoz. Szóval ma lesz hozzá egy cukkini carbonara. A cukkinit sem most vettem, hanem múlt héten, és az múlt hétről maradt, úgyhogy azzal fogom elkészíteni, most viszont vettem hozzá szalonnát. Tojás is van még itthon. Holnap pedig vasárnap, amiből fog maradni hétfőre is, az pedig oldalas lesz, lesütve, illetve tarja, és ilyen lilahagymás, ilyen krumpli saláta jellegű dologgal fogom elkészíteni. Hétfőn, tehát ugyanez lesz a maradékból, maradéknap lesz. Kedden lesz a húsmentes napunk, egy borsófőzelék fog készülni, és falafelt fogok hozzá készíteni. Általában ez is ugye egy ilyen szokásunk, hogy heti egyszer egy ilyen húsmentes napot tartunk. Szerdán viszont rizses hús fog készülni. Kérdeztem a többieket, hogy mit ennének, és ez egy két napra elkészülő adag lesz, de egyik nap egy ilyen sima rizses húsként fogjuk enni, másik nap fogok mellé elkészíteni, párolni valószínű, hogy répát és zöld borsót. Ezeket kellett most pótolnom, ezek nem voltak itthon, úgyhogy ilyet fogok venni. Rizses húshoz való hús, az pedig volt itthon, csirkemelből fog most készülni. És péntekre pedig egy nagyon finom tonhalas tészta fog készülni, amiben pici zeller lesz, nekem az úgy nagyon finom a zeller meg a tonhal. Úgyhogy ez lesz a heti menü nálunk, és itt láthattok oldalat a to-do listán szereplő plusz ötleteket, amiket láttunk, megosztom veletek, mert hát ha másnak is jó ötlet, ugye most már jönnek a hűvösebbek, az ember ilyenkor szívesebben eszik már ilyen, szerintem ilyen több, ilyen melegebb ételeket, vagy legalábbis mi így vagyunk vele, nálunk már most elég hűvös van. Na de nézzük, mik ezek, amiket még felírtunk majd a elkövetkezendő egy-két hétre beosztva. Húsleves, vadas, frankfurti leves, húsgombóc vadászmódra, ezt így találjátok meg vagy a nószaltén, vagy a mind megettén, nem tudom, tehát hogyha valaki így rákeres, akkor így találja meg. Csopaki apró pecsenye, karaláb és húsgombóc, jaj, ez nagyon jól nézett ki, és paradicsomos töltött káposzta. Tehát ezek már ilyen tipikus őszi ételek lesznek, szerintem, és ezeket úgy most, hogy nézegettem a heti menütervhez valókat, így teljesen megkívántam, úgyhogy szépen ezek föl lesznek majd véve itt a
a listára az elkövetkezendő hetekben. Na, de akkor itt van a heti menüterv, és akkor nézzük, hogy miket vásároltam ehhez, illetve kiegészítőnek, illetve ugye a többi étkezésre. Na, tehát mondtam nektek, hogy az EDEKA-ba is be kellett ugranunk, hiszen egyik boltban sem kaptam zöld borsót. Úgyhogy szükségem volt rá, mert most, hát nem sok van, nagyon kevés van, és ugye most a héten többször is több ételhez is fog kelleni. Ilyenkor egy nagyobbat, ugye egy kilót vettem meg, tehát nyilván nem csak annyit veszek meg, ami a menütervbe kell, hanem ebből ilyenkor ugye tankolás van. Ez 1,89 € cent volt az EDEKA-ban, nagyjából máshol is ennyi. Talán az Aldi-ban, vagy a Penny-ben 1,69 szokott lenni, de inkább ez az ár az, ami reális mindenhol. Aztán beugrottunk az Aldi-ban, mert mondtam nektek, hogy a Haninak ezeket a van ilyen kifejezetten ez a junior, Gutfriedes junior felvágott, és ezeket szoktuk venni, mert ezt nagyon szereti, szívesen megeszi, úgyhogy akkor árba is jó árba van egyébként, mert 1,29 € volt ez az 5 van benne. Tehát 5x10 g-ot tartalmaz, és ezt nagyon szívesen eszi tényleg a Hani. Ugyanúgy hoztunk neki, és ugyanannyiba került 1,29 €-be, de az árakat látjátok úgyis. Ez a felvágott, ilyen párizsi jellegű, hát hátul nem látszik, de ilyen jó pofa a maga a szalámi is, illetve hoztam egy, szintén már ugye Balázsnak is csomagolni majd jobban a hétre, egy ilyen vegyes felvágott tálat, ez egy ilyen osztrák felvágott típus, ez nagyon finom, és végül is hát most ilyen formán így, hogy ennyi fajta van benne jó árba volt, illetve egy ilyen kis sajtot hoztam, mert ezzel van tervem, hogy majd betöltök nekik én kis croissantokat, ez 10 deka és 1,10 € cent volt, nem tudom, hogy látjátok, kiírom az árát, és paradicsomot hoztam, ez ilyen kis közepes méretű, inkább kisebb, mint közepes méretű. Ezeket ennyit vettem az Aldi-ban, és az összes többi, amit vásároltunk, az pedig a Nettóból van most a héten. Méghozzá azért, mert itt láttam most a úgymond a legjobb árakat, és akkor ehhez mérten hoztam vagy terveztem meg így a bevásárlást, hogy hova menjünk. Kezdjük szerintem itt a hűtős dologgal. Kapor, ugye mondtam nektek, hogy a leveshez most friss kaprot szeretnék használni hozzá, úgyhogy ami marad, azt pedig le fogom fagyasztani. Hoztunk egy cheddar sajtot, ez ilyen előre reszelt sajt, nem is tudom, 150 g-os. Igen, akkor a mai ebédünkhöz, carbonara spagettihez hoztam egy kis békönt is. Látjátok, ez egy tiroli, igen, ez egy tiroli békön. Ez egy viszonylag egyébként egy drágább fajta volt, mert még így a 30% kedvezménnyel is látjátok az árát, de finom, és úgy voltam vele, hogy akkor ebből akkor így próbálom. Tehát, hogy na, szóval azért nem mindig a legolcsóbbakat veszi meg az ember, hanem úgy próbálja beosztani, hogy egy van, amiből igen, van, amiből megtörekszik arra, hogy tényleg a jó minőséget vegye meg. Van egy ilyen sonka, ez a vékonyra szeletelt sonka, ez tulajdonképpen nálunk eléggé jól megy. A szendvics készítésre van szó, és sajtot hoztam még csomagolnivalónak, ami ez a kevesebb zsírtartalmú változat, és ebben több fajta van, látjátok, van benne Gouda, Tilsiter és Mazdammel, úgyhogy ezt szoktam venni, és tulajdonképpen az is jó ebben, hogy amellett, hogy csökkentett zsírtartalmú, hogy 25 dekás, tehát nem olyan kicsi. Hoztam egy gyömbért, mert ugye most már jön majd nálunk tényleg így a tea szezon, úgyhogy kis immunerősítésnek sem árt, hogyha van itthon. Hoztam egy vajat, vajvajat szoktunk vásárolni, most is így tettem.
Hát az árát azt látjátok, de olyan, mintha most így megállt volna, szerencsére, úgyhogy ennek örülök, hogy nem, most én nem tapasztaltam további áremelkedést, reméljük, hogy ez most már így is marad. Na nézzük akkor. Itt van egy csirke, ami látjátok, hogy a menütervben nincsen beírva, viszont ugye most lehet kapni, és a következő hetekre meg terveztem, hogy húslevest szeretnék készíteni, úgyhogy igen, ezt úgy fogom elkészíteni, hogy leszedem, tehát szét fogom szedni szépen ezt a kis csirkét, majd még egy aprólékot majd keresek hozzá, vagy egy húsos csontot, ezt elég ritkán, de nem tudom, nem úgy van nálunk, mint a magyarországi boltokban, úgyhogy majd még keresek hozzá, és akkor ebbe a húsi leves fog majd talán jövő héten szerintem készülni. Úgyhogy ezt a kis csirkét ezt most ezért választottuk, attól függetlenül, ugye, hogy nem a mostani menütev része. Tehát erre mondtam, hogy előbb ezek a dolgok, így bevásárlások közben, ezek azért előbb-utóbb úgy, tehát tényleg mindig göngyölve vannak. Na akkor a hétre hoztam egy ilyen croissant, ez 6 darabos, és ehhez hoztam a kis békonból is fogok hozzá felhasználni, megtöltöm, illetve a sajttal is, ezt a kis kocka sajtot az Aldiból, úgyhogy a héten lesz majd ilyen reggeliük is, Haninak is, meg a Balázsnak is. Majonézt hoztam, mert az most elfogyott már, és ahogy mondtam nektek, ez a hagymás krumpli holnapi ebédünkhöz az fogja majd a majonézt igényelni. Na, akkor ezt a Balázs meg a Hanga boltolta le, hogy fánkot szeretne a Hani, így hozott neki, úgy látom, 3-at is. Én hoztam egy tortillát, szintén jövő hétre csomagolni, és egy ilyen hát zsömléket, nem tudom, megpróbálom nektek. Aha, felkapcsolom világ közben, hó, megint olyan eső van, hogy ajaj. Szóval ez nem is tudom hány darabos, 8, 6 darabos ez is, illetve 6 darabos szintén ez a tortilla is. Na, hát nézzétek, akkor erre számítottam nyilván a boltba, hogy lesz ilyen tarja, és direkt úgy is választottam, és a menütervbe is ezt beírtam a holnapi naphoz, veszek ki itthon már lefagyasztott oldalast, és akkor szépen ebből vágok fel mellé tarját, és ezeket fogom egybe lesütni, de nyilván ebből még rengeteg fog maradni, úgyhogy szépen menni fog a hűtőbe. Akkor Balázs, látom, hozott 3 darab ilyen joghurtot, szerintem ezt nem látta, ez laktózmentes, de nem baj, bajuk nem lesz tőle. Hoztam egy a vaj mellé egy ilyen kenő, sima natur kenőkét, annyi, hogy kevesebb ennek is a zsírtartalma. 2 darab zappelyhát hoztam, mert most már Hani is, lehet, hogy a suliba szívesebben megeszi ezt, legyen itthon. Van egy ilyen helyes kis napraforgó, megláttam ezt a kis csomagot, úgy megtetszett, úgyhogy ilyen őszi dekornak hozom, sőt az új folyosónkra terveztem kirakni, és majd oda szerintem ez a sárga szín nagyon jól fog illeni, és ez akciós volt, úgyhogy még inkább megérte. Most mivel van még itthon, ezért csak 2 tejet hoztunk így hétre pótolni, tehát igazából nem iszanánk a haniset, tehát nem egy ilyen, hogy mondjam, nem kakaózik, ezért inkább teát iszik, úgyhogy elég kevés tejfogy. Gyümölcsnek hoztunk szőlőt, illetve körtét hoztam most a hétre, van még itthon alma és áfonya, szóval ezzel szerintem a hetet meg fogjuk tudni oldani. Lila hagymát hoztam ebbe a vegyészöldség levesbe is, és a holnapi krumpli salátába is, meg majd a tonhalas tésztába is inkább lila hagymát teszek, úgyhogy ez is így a hétre több ételhez is jó. Uborkát csomagolni hoztam, az ellerszárat ból teszek majd ételekbe is, de ezt nálunk szerencsére nagyon jól fogyasszák és ropogtatják, ugyanúgy, mint a sárgarépet. Azt is fel fogom használni étkezési célra is, meg hát csomagolni. Csomagolni is fogok a többieknek, úgyhogy ezek ilyen vegyesen mennek nálunk, és van itt 6 darab ótli, mert hogy most akciós volt
a Nettóba, és hát a helyzet az az, hogy 8,88 € volt a 6 darab, de ezen tudtam volna még fogni, hogyha működött volna a Nettó applikációm, sajnos nem működött, mert akkor csak 8 € lett volna a 6 darab tej, úgyhogy 80 centtel tudtam volna beljebb kerülni. Na, hát akkor nettóbb egyszer fizettem 57,33 €, aztán az Aldiban fizettem 6,95 €, és nem hoztuk el a blokkot a Zedekából, de ott pedig fizettünk 1,89 €, de hát látjátok, ebből, tehát ez az első heti a bevásárlás akkor így menütervel, és hát látjátok, azért itt vannak olyan termékek is, amik később kerülnek felhasználásra, ugyanakkor van olyan, amit a heti menühöz most fogok majd a méhűtőből elővenni, tehát ez egy ilyen, ahogy mondtam is már, ez egy ilyen gördülékeny dolog, illetve hát ezt ugye így görgeti maga előtt az ember. Na hát nagyon be van borulva, úgyhogy szerintem akkor itt zárom is ezt az első hetet, és akkor találkozunk jövő hét szombaton ugyanebben a videóban.